ha könnyű lenne, akkor mindenki ezt csinálná. Úgyhogy igenis a nehézségek azok természetesek, hogy jönnek a vállalkozói úton. És most 6 év után azt mondom, hogy tényleg ez volt az egyik legjobb döntés az életemben. Azt mondta az Amazonnak az alapítója, hogy a személyes márka az, amikor... Néhány percben elmondom a sztorimat, hogy miért is állok itt. És az elmúlt évekből hoztam néhány tanulságot, amit a vállalkozói utamon tanultam. Én rájöttem arra, hogy engem két dolog érdekel, ha már itt hallottunk a stoppolásról. Az egyik nekem is az utazás. És én 2016-ban léptem ki az utolsó alkalmazotti helyemről, és utána tényleg szó szerint bepótoltam azt, amit előtte nem tudtam, és így végigrohantam 25 országon körülbelül. És arra nagyon jó volt ez a pár év, hogy jobban megismerjem magam, hogy az egész nap erről szól, önismeretről, kommunikációról. És az utazás az tényleg az egyik legjobb dolog szerintem, ami fejleszti az embert. Komfortzónán kívül van, mindig meg kell oldani feladatokat, mindig új emberekkel találkozik. Én kifejezetten szeretek egyedül utazni, mert akkor sokkal inkább rákényszerülök, hogy kapcsolódjak a helyiekkel. És a másik, ami érdekel engem nagyon, az az üzlet és üzleti gondolatok. 2019-ben megalakult már a cégünk, most 4 éves a vállalkozás, és most egy ilyen 15-16 fős csapat, és kb. 55 ügyféllel dolgozunk együtt. Óriási nagy sikernek tűnik, de az út az valójában ilyen, tehát hogy tényleg nagyon kacskaringós volt ez az elmúlt 6 év, 7 év. Azt szoktuk mondani az egyik kolléganőmmel, hogy hát amikor mindig ilyen nehézségek vannak, hogy ez jó, mert ha könnyű lenne, akkor mindenki ezt csinálná. Úgyhogy igenis a nehézségek azok természetesek, hogy jönnek a vállalkozói úton. Sőt, én azt gondolom, hogy aki vállalkozik, az pont azt vállalta, hogy folyamatosan lesz egy kihívás, és folyamatosan megoldandó feladatok fognak szembe jönni. De mit is jelent a személyes márka? Azt mondta az Amazonnak az alapítója, hogy a személyes márka az, amikor mit mondanak az emberről, miután kiment az ajtón. Csak a kérdés az, hogy ezt hogy tudjuk befolyásolni vajon ezt a személyes márkánkat, és hogyan tudjuk tudatosan építeni. Ki az, aki a Google-ben esetleg keresett már a saját nevére? Na, és ki az, aki elégedett volt azzal, amit látott? Na, ugye ez is egy tök jó játék például arra vonatkozóan, hogy mennyire tudatos az az online jelenlét, amit építesz. Életem egyik legjobb döntése az volt, hogy 2017-ben, tehát a felmondásom után néhány hónappal, vártam egy repülőre, Spanyolországból jöttem hazafelé, és akkor eldöntöttem, hogy addig nem szállok fel a repülőre, ameddig az első videómat nem töltöm fel a YouTube-ra. És most 6 év után azt mondom, hogy tényleg ez volt az egyik legjobb döntés az életemben. Nem egy óriási nagy YouTube csatornát kezelek, nagyjából 7000 feliratkozóm van, viszont mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok mindent ennek köszönhetek ennek a csatornának. Rengeteg ügyfél talált meg, hogy ő már ismer engem, ő már 2 éve nézte, látta a videóimat, de most jött el az idő, hogy neki pontosan ugyanerre van szüksége, és írt egy ilyen 2 oldalas e-mailt, hogy hogyan tudnék neki segíteni. Tehát azt gondolom, hogy ma a YouTube-nak, meg úgy általában a közösségi médiának és egy tudatos online jelenlétnek iszonyatosan nagy ereje van. Az én személyes kedvencem az a YouTube, mert egy sokkal mélyebb kapcsolatot kialakulni a közönség és köztem. Van olyan videóm, aminek az átlagos megtekintési ideje 15 perc. Szoktam azt javasolni, hogyha főleg, hogyha valakinek van lehetősége mondjuk előadni, akkor most függetlenül attól, hogy ha nem dolgoznánk itt, valószínűleg akkor is megkérném a kollégáimat, hogy jöjjenek el velem és vegyük fel ezt az előadást, mert lehet, hogy volt benne egy gondolat, amit utána ki tudok vágni és ki tudok tenni az Instagramra vagy a TikTokra. Tehát újra fel tudom használni mondjuk ezt a 20 perces videót 1000féleképpen. Facebook posztot vagy egy Instagram posztot csinálni. Tudok mondjuk szelfizni a közönséggel, hogyha megengeditek, és el tudom mondani, hogy itt voltunk 200-an és beszélgettünk. Tehát érdemes dokumentálni, ha már itt vagyunk ennyien. Jó, és végül az egyik kedvenc mondásom, hogy a kész jobb, mint a tökéletes. Sokakat a tökéletességre való törekvés fog vissza, a maximalizmus, viszont fejlődni csak a folyamat során lehet igazán. Visszagondolok, az első 100 videóm iszonyat gagyi volt. Telefonnal csináltam, nem volt jó a hangminőség, nem volt jó a kép, és arra tökéletes volt ez az első 100 videó, hogy tényleg leküzdjem azokat a gátlásokat, hogy mit gondolnak mások erről. És tényleg ma már az egész céget ennek köszönhetem, a kapcsolatokat, új kollégákat, új ügyfeleket, nagyon-nagyon sokat adott nekem. Tehát én csak bátorítok mindenkit arra, hogyha valamibe bele akartok vágni, akár egy YouTube csatornába, akár egy személyes weboldalba, akár egy új vállalkozásba, akkor érjétek be az elég jóval, és menjetek tovább az úton, mert közben fogtok tudni fejlődni.